Ez a hét a diabétesz hete. Nyilván nem véletlenül szentelnek ennyi figyelmet ennek a betegségnek, hiszen Magyarországon egyre gyakrabban fordul elő sajnos. Vendégem a stúdióban dr. Ruzsa Csaba, diabetológus főorvos. Üdvözlöm. Azt szeretném először is megtudni, hogy ez a hét, hogyha már a diabétesz hete, ilyenkor mennyivel történik több minden? Szerveznek esetleg felvilágosító programokat, vagy nyújtanak-e olyan lehetőségeket a cukorbetegeknek, hogy jobban megismerjék saját betegségüket? Engedje meg, hogy én is köszöntsem a nézőket. És azt mondom, hogy mi minden lehetőséget egész évben kihasználunk arra, hogy ezzel a betegséggel megismertessük a betegeket, azokat is, akik nem betegek. Tájékoztassuk a családorvosokat, a kórházi orvosokat arról, hogy milyen új eredmények vannak a kezelésben, a diagnosztikában, tehát a betegség felismerésében. Ez a konkrét hét viszont nagy lehetőséget ad arra, hogy sokkal intenzívebben tájékoztassuk, felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy erre a betegségre oda kell figyelni. Mert úgy néz ki, hogy az elmúlt években, 10 évente megduplázódik a betegségnek a száma, és nem csak a betegség önmaga, hanem a betegséggel kapcsolatos szövődmények, amik tudjuk, hogy a szemre, a vesére, az agyerekre, a végtagokra, a szívre, tehát gyakorlatilag az egész szervezetet nagyon károsítja. Ma nem attól félünk egyébként ennél a betegségnél, hogy akutan nem tudjak ellátni. Úgy érezzük, hogy Baranyában is már ki vannak oktatva a betegek úgy, az orvosok is tudják, a családorvosok a kórházban is, hogy az akut szövődményeket könnyen megoldják, de a krónikusokat az gyakorlatilag a világon nagyon nehéz megoldani. Azt gondolom, hogy annál is inkább oda kellene figyelnünk ezekre az információkra, illetve erre a betegségre, mert mégis lehet, hogy itt nyugodtan ücsörgünk a babérjainkon, és holnapra kiderül, hogy esetleg mi is hasonló problémákkal küzdünk, hiszen ez nem csak örökletes dolog lehet, ha jól tudom. Sajnos ez nagy szomorúság az emberbe ősszel meg tavasszal, amikor nem csak az ismert Coxsackie vírus, hanem az arbóvírusok, amik most is ősszel érintették a lakosságot, és egymás után megjelennek nálunk középiskolások vagy kissé idősebbek, de nyilván a gyermekklinikán az a fiatalabbak tartoznak még többen, és ezt azt látjuk, hogy a vírus biztos, hogy közrejátszik a betegség kialakulásában. Tehát úgy tűnik, hogy a fiatalkorú diabétesznél van egy örökletes dolog, amit a szülőktől vagy nagyszülőktől örököltek, és van egy környezeti, ami ezt kiváltja a betegséget. A kettes típusú, tehát az időskorú cukorbetegség, aki a nagy többséget adja, ott úgy néz ki, hogy jelentős táplálkozási problémák játszanak szerepet, nagyon szerepet játszik a nikotin, az alkohol és egyéb olyan károsító tényezők. De ma azt látjuk, hogy az inzulin rezisztencia, ami akadályozza azt, hogy az inzulin kifejtse a tevékenységét, tehát a cukrot bejuttassa a sejtekben, ez a fő gond talán, az egyik fő gond, ami szintén örökletes motivumokat is tartalmaz. Összesen ez a kétféle cukorbetegség létezik? Van több is, a terhességhez kapcsolódó cukorbetegség, van a hasnyálmirigyel kapcsolatos, van az hormonálishoz kapcsolódó, tehát jóval több, de ezek sokkal kisebb létszámban jelentkeznek. Ami gondot jelent, és eddig nem foglalkoztunk vele, úgy néz ki, az irodalom nagyon nagy teret szentel neki, mind Amerikában, mind Nyugat-Európában, a cukorbetegséget megelőző állapot, az úgynevezett károsodott glukóztolerancia, tehát amikor teszttel tudjuk kimutatni, hogy valakinél már károsodás van, úgy néz ki, hogy ez is durván egy olyan 5%-át érinti a lakosságnak. Korábban azt gondoltuk, hogy a betegség vonatkozásában ez nem ártalmas a késői szövődmények kialakulására, hanem ma pontos ismereteink vannak arra, hogy ezeknek a vércukroknak az étkezéshez kapcsolódóan a megemelkedése jelentősen állt a kisereknek, meg a nagyereknek is. Készültek esetleg arra vonatkozó felmérések, hogy ez csak Magyarországon ilyen növekvő tendencia, vagy máshol is a világban? Pontos ismereteink vannak jobbak Nyugat-Európában, mint Magyarországon, mert Magyarországon pontos felmérés nincsen, hogy mennyi cukorbeteg van. 80-as években történt családorvosoktól ilyen kérdőivel felmérés, 90-es években néhány megyében, meg Budapest néhány kerületében történt utómérés, és abból tudjuk, hogy Magyarországon is megduplázódott. De Nyugat-Európában is, ahol pontos ismeret van arra, hogy mennyi a lakosságra vonatkoztatva a százalékot, 5%-ot mondanak, kivétel Franciaországban, ott érdekes módon ismételten ezt az információt tudom irodalmakból is, közvetlen tapasztalatom szerint is, hogy 2,5% a lakosságnak cukorbeteg. Nincs rá magyarázat, lehet, hogy a vörösbor. Akkor talán így sok vörösbor. Ez tulajdonképpen gyógyítható betegség, megelőzhető betegség, vagy hogyha már egyszer valakiről kiderül, hogy cukorbeteg, akkor annak az állapota csak maximum jó szinten tartható fönt, vagy visszafordítható esetleg a folyamat? Ez egy állapot, ez a cukorbetegség, ez kezelhető. Tehát a szövődmények bizonyos vonatkozásban megelőzhetők.
de én úgy gondolom, hogy ha valakinél az egyes típusú cukorbetegség kialakult a fiatalkorú, ott arról van szó, hogy elhalnak azok a sejtek a hasnyálmirigyben, amelyek az inzulin termelik. Tehát ez csak... Ez az örökletes, ugye? Igen, ez csak kezelhető. Ha inzulinnal kezeljük, ma erre Magyarországon, és őszintén megmondom, hogy minden lehetőség megvan. A legmodernebb inzulinnak, a legmodernebb technika, az ellenőrzésre lehetőség. 20 évvel ezelőtt erre gondolni sem mertünk, őszintén megmondom, ami ma Magyarországon lehetőség van. Itt egy kicsit többet kellene lakossággal foglalkozni, tehát cukorbetegekkel, a családdal, akiknél cukorbeteg él, hogy elviselhető legyen a család számára, és az, hogy az étkezéstől nem kell annyira félni. De a kettes típusú cukorbetegség, tehát az időskorú, ott az megelőzhető lenne. Tehát, hogyha biztos az étkezésben, az egész életvitelünkben, a mozgásban kicsit jobban odafigyelnénk, én azt gondolom, hogy százalékban is jelentősen megelőzhető lenne. Most már minden üzletben, majdnem minden üzletben nagyon sok diabetikus terméket lehet kapni. Hogyha ilyeneket fogyasztunk, akkor is, ha nem vagyunk cukorbetegek, akkor ez esetleg segít a megelőzésben, vagy ez már csak akkor használatos, hogyha már ebben az állapotban vagyunk? Nem, mindenkinek ajánljuk mi ezt. Ez nem ártalmas ez az élelem, amit mi cukorbetegeknek ajánlunk, mindenki számára előnyös, a kalória csökkentés az mindenki számára előnyös. A kettes típusú cukorbetegnek durván 80%-a plusz 25%-os testsúlyon rendelkezik, vagy ennél többel. Egyébként a gond az a kezelések vonatkozásában, hogy mondjak egy rosszat is, hogy nagy próbálkozások vannak arra, hogy megelőzzük a késői szövődményeket, amiről beszéltem korábban. Az Amerikai Egyesült Államokban a 80-as évek végén készült egy nagy tanulmány, ahol többször adjuk az inzulint a betegeknek, tehát mintha normális lenne a szituáció, csak külsőleg visszük be az inzulint, és azt tapasztaltuk, hogy rövid időn belül ezek a szövődmények felére csökkentek. A szemszövődmény is, a vakság, a vesemegbetegedés, a szívbetegség, az agyi megbetegedés, a végtagok. Igen, ám csak ma tapasztaljuk azt, hogy ezeknél a betegeknél viszont 30%-kal nőtt a testsúlyuk. Tehát ez komoly gond, ezekre oda kell figyelni, és ez egy komplex dolog. Tehát én azt hiszem, hogy a kezelésben ilyenkor a diéta mellett a fizikai aktivitást és a kalória, meg ezek a kérdéseket nagyon együtt kell értékelnünk. Végezetül mi ez a legfontosabb dolog, amire itt a diabetes hét kapcsán felhívná a figyelmünket? A legfontosabb az, hogy a betegeket oktatni kell, és a betegek környezetét oktatni kell, az nélkül nem tudunk előre menni semmit. Az elmúlt napokban bárhol előadást tartottam, mindig azt mondtam, hogy a diétától nem kell félni, azt ki kell oktatni pontosan, szóval azt el kell felejteni, hogy csak hússal szabad enni. Ma már ez szerencsére Baranyában nincsen így. Én azt hiszem, hogy nem konkrétan el kell mondani, és ebbe a dietetikusok, akik elég nagy számban vannak a megyében, nagyon sokat segítenek a nővéreknek, a klubokban, az orvosoknak, hogy mire kell vigyázni, és akkor én azt hiszem, hogy közös összefogással tudunk a betegeknek segíteni, mert itt a végén mondhatok még egyet az egészségügyben. Egy különleges dolog van egyébként a cukorbetegek kezelésében, mert egyébként az összes betegségnél az orvos maga akarja kezelni a beteget, kivétel a diabéteseknél. A diabéteses beteget mi nem akarjuk kezelni, azt akarjuk, hogy a beteg kezelje önmagát, mert mi nem lehetünk mindig ott mellette, mi segíteni akarunk az ő kezelésében. Dr. Rózsa, csak köszönöm szépen. És köszönöm szépen. Most a következő percekben sportösszefoglalónkat láthatják.